Sziasztok, Kerékgyártó Gergely vagyok, ez itt a DSLR Pixel Studio. Láttam az utóbbi időben, hogy az egyik videóm, ami a legjobban tetszett nektek, az az élet a kit objektív után videóm volt, ahol bemutattam nektek az egyik kedvenc, vagy az egyik első kedvenc Nikon objektívát, az AF-S 35DX18-as objektívet. Mivel úgy látom, hogy ez a téma nagyon érdekel titeket, ezért gondoltam, hogy készülök egy második résszel, ami most ez lesz, tehát ez lesz az élet a kit objektív után 2, ahol hoztam nektek egy másik Nikon objektívet, ugye Nikon, mert Nikon gépen van, Nikonnal fotózok, nem szponzorált a videó, még mindig nem szponzorált a videó, viszont ez szintén egy Nikon objektív, Nikon vázakra, ez egy AF-S Nikkor 50mm 1.8G objektív. Az objektív annyiban különbözik a másiktól, hogy ez 50 mm-es, míg az 35 volt, illetve ez az objektív, ez nem DX, ami azt jelenti, hogy föl lehet rakni a DX, tehát a crop faktoros vázakra is, ugyanakkor föl lehet rakni az FX vázakra is. Nyilván akkor a crop faktorral számolni kell, úgyhogy nem ugyanazt a képkivágást adja a két vázon, de föl lehet tenni mind a kettőre, és ez egy jó dolog, mert hogyha veszünk egy ilyen objektívet, fotózásunk elején, és később úgy döntünk, hogy váltunk FX vázra, akkor nem kell például ezt az objektívet lecserélnünk, míg az előzőt le kell, mert nem fogunk DX objektívvel fotózni FX vázon, annak nem sok értelme van. Ez az objektív, ez egy jó cucc, ez is egy jó cucc. Azért jó cucc, kicsi, könnyű, viszonylag elérhető árban van, ami azt jelenti, hogy most magyarországi viszonylatban 60 ezer forint alatt már meg lehet kapni boltban. Ezért 60 ezer forintért megkapjuk ezt az objektívet egy gyári dobozba. Jár hozzá ugye ez a napellenző, ez egy HB47-es napellenző, ugye hozzávaló. Rajta van egy első és egy hátsó kupak, illetve kapunk hozzá egy ilyen kis plüss, vagy mit tudom, milyen anyagból lévő kis szütyőt, hogyha abba akarjuk hordozni. Ez ugye az egésznek a tartalma. És nézzük meg, hogy mi az, amit ez az objektív nekünk nyújtani tud. Lévén, hogy ez egy AF-S objektív, egy halk beépített fókuszmotor van benne, ami azért jó, mert ezzel az objektívvel tudunk az egyszerű belépő kategóriás gépeinken is fókuszálni, autofókusszal, amiknek nincs beépített fókuszmotoruk. Tehát D3000-es széria, D5000-es széria, ezekkel is működik ez az objektív, ami egy szuper dolog, nem kell manuális fókuszra hagyatkoznunk, tudunk autofókuszt használni. Ha tovább menjünk itt a szövegen, ugye 50 mm, ezt megbeszéltük, 1.8G, az 1.8 ugye a legnagyobb rekeszt mondja meg, hogy 1.8, ami azért elég tág rekesz. Ha ennél is számban lejjebb, értékben feljebb, tehát nagyobb fényértéket szeretnénk, akkor mélyebben a pénztárcánkba kell nyúlnunk. Ugyanebből az 50 mm-es objektívből a nagyon hasonlóan kinéző 1.4-es verzió, az már sokkal többbe kerül, mint ez. És kezdésnek nem biztos, hogy szükségünk van arra. Tehát én nagyon tudom ajánlani ezt az objektívet. Akár a 35 mm-es mellé, akár a 35 mm-es helyett, hogyha ez a gyújtótávolság nekünk jobban bejön, ez már inkább alkalmasabb portréra, főleg, hogyha 3000-es, 5000-es, 7000-es szérián dolgozunk, akkor ugye crop faktorunk van, akkor az 50 mm-ből hirtelen már ugye átszámítva 35 mm ekvivalense, 75 mm-es gyújtótávolságunk lesz. Van rajta egy pici ablak, ahol mutatja, hogy hová fókuszáltunk, végtelentől egészen 45 cm-ig le tudunk menni, tehát a legközelebbi fókusztávolsága az objektívnek 45 cm. Az nem egy makró 50 mm-en, de viszonylag azért közel lehet vele menni.
Van rajta ezen kívül egy kapcsoló, amit M per A vagy M állásba tudunk kapcsolni. Ugye M per A-n működik az autofókusz, hogyha fókuszálunk, viszont azonnal bele tudunk nyúlni, és oda tekerni, ahova szeretnénk, és elkattintani. Ha M állásba kapcsoljuk, akkor ugye csak manuális fókusszal tudunk dolgozni, akkor a gép meg se próbál fókuszálni vele. Az egész objektív műanyagból van, viszont a bajonettje az fém, ami jó, mert strapabíróbb, kevésbé törik le, hogyha az ember kicsit nem vigyáz rá. 58 mm-es szűrő átmérője van elől, tehát 58 mm-es szűrőket kell vásárolnunk, hogyha szeretnénk rá szűrőt tenni. Ami ebbe az objektívbe, és általában az 50-es Nikonokba érdekes, hogy az első lencse nem jön ki egészen ide a külsejéig az objektívnek, hanem egész mélyen ül, úgyhogy ez egy olyan objektív, amire a legtöbb esetben még én se rakok UV-szűrőt, mert tényleg, hogyha odaütjük az asztalnak, vagy valaminek, hát még ez se tudna bemenni az üvegig. Tehát tényleg egy éles tárgy kell ahhoz, hogy meg tudjuk karcolni vele a frontlencsét, hogyha valahova odaütjük, akkor kicsi az esélye, hogy megsérül. Épp ezért ezen nem mindig szoktam UV-szűrőt használni, most sincs rajta. Ugye, ha kinyitjuk, akkor így néz ki. Mivel ez egy G-s verzió, ez az újabbik ugye, volt belőle AFD is, amiben nem volt fókuszmotor, illetve azon volt még rekeszállító gyűrű, ez a G, ez a Geldit, ez azt jelenti, hogy ezen már nincs rekeszállító gyűrű, ez az egy gyűrű van, amit tudunk tekerni, ugye nincs zoom gyűrű, mert fix objektívről beszélünk. 7 darab lencsetag található benne, ezek 6 csoportban vannak összeépítve, viszonylag egyszerű a koncepció, nem sokat változott az előző 50-es óta. A 7 részből álló lamella, az ugye, hogyha a napot fényképezzük szűkrekesszel, akkor 7 ágú csillagot eredményez a fényképeinken. A háttérelmosás ennek az objektívnek azt mondanám, hogy az én véleményem szerint szebb, mint a korábbi 50 mm-esé. A korábbit egy picit, főleg tágrekesznél az én fényképezőmmel élesebbnek találtam, részletesebb volt a kép 1.8-on. Nem is érdemes talán ezeket az objektíveket 1.8-on használni. Jó, hogy 1.8-asok, mert jól lehet velük fókuszálni, nagy a fényerő, rossz fényviszonyok között, viszont inkább rekeszeljünk le 2.2-re, 2-re, 2.8-ra egy picit, hogy ha nem is lesz akkor a háttérelmosásunk, de javul a kromatikus aberráció, és az élesség is főleg a sarkokba javul. 2.80, ez már nagyon penge ez az objektív. Körülbelül 187 g súlyú összességében, ami nagyon kedvező, nagyon könnyű objektív, ezért alkalmas rengeteg dologra, különböző célú felhasználásokra, elfér a táskába, a kisméreténél fogva, nem kell annyit cipelnünk, nem olyan nehéz, mint például egy komolyabb, fényerősebb zoom objektív, mégis sok lehetőségünk van vele szép fényképeket készíteni. Igazából, amire én ezt az objektívet használnám, hogyha most vennék egy ilyet, általános célú fotózás, családi események, vakuval, beltérben, rossz fényviszonyok között, ez egy nagyon jó objektív, utcai fotózásra nagyon jó az 50 mm miatt, autókat fotózni nagyon jó az 50 mm miatt, ugye én DX-vázon főleg a 35 mm-t szeretem, ami átszámítva 52,5, viszont FX-en 50-nel fényképezem az autókat, hogyha autókat fényképezek. Alkalmas már portrézásra is végül is, körülbelül ennél a gyújtótávolságnál kezdődik a portrézás, hogyha nem teljes alakos képről beszélünk, teljes alakosra jó 35 mm is, de ha egy kicsit már közelebb megyünk, akkor legalább 50 vagy még több kéne. Lehet vele állatokat is fényképezni, például gyors a fókusz, ami fontos, és ami jó benne szintén, és elég pontos is. Ezen kívül gyakorlatilag bármit lehet vele csinálni, észben tartva azt, hogy ez fix 50 mm, a legszűkebb rekesz, ha jól emlékszem, 16-os rajta, annál szűkebbre nem megy le, és hát gyakorlatilag ennyit tud a mi objektívünk. Nem mozog a frontlencséje, tehát hogyha polarizált szűrőt tennénk rá, akkor ezzel nincs gond, ez nem fordul el.
Ezt az objektívet nem igazán mondanám időjárásállónak, de azért, ha megnézzük itt hátul, a bajonetnél körbe van egy vékony kis gumiperem, tehát ezért valamivel komolyabb a szigetelése, mint mondjuk a kit objektíveknek. Ha tekerjük a fókuszgyűrűt, akkor ez a belső tag mozog előre-hátra, de az objektív mérete nem változik, nem jön kijebb semmi elől. Az alján még megtalálható, hogy a szűrőátmérő és a sorozatszám is. Gyakorlatilag ennyit ez az objektív, úgyhogy ha most kedvet kaptatok, hogy esetleg egy ilyenre beruházatok, akkor még mutatok nektek pár fényképet gyorsan, amiket én ezzel az objektívvel készítettem. Lássuk a képeket! Most, hogy láttátok a képeket is, talán egy kicsit jobb rálátásotok van erre az objektívre, jobban el tudjátok dönteni, hogy ez az, amire szükségetek van, vagy esetleg inkább valami más után keresgélnétek. Ha bármilyen kérdésetek van az objektívvel kapcsolatban, akkor ezt írjátok meg a komment szekcióba. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek meg, nyomjátok be a kis harangot is, hogy kapjatok értesítést az újabb videóimról, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Shoo!